Na, szerinted mire lenne szükségük az embereknek az életében? Milyen tanfolyamokat lehetne elhelyezni egy ember életében ahhoz, hogy mondjuk nagyjából megtanulja azt, hogy hogyan használja tudatosan a saját lehetőségeit? Gondolok itt a munkára, a családra, bármi, ugye, ami kérdezés technika volt az egyik, amiről ez eszembe jutott most. Van-e így összeállt kép a fejedben, hogy mik azok, amit meg lehetne tanítani az embereknek? Nekem van egy nagyon egyszerű, mindent szeretek én egyszerű sémákba redukálni, hogy könnyű legyen megjegyezni, meg átlátható legyen. Hogy én három lábú székhez tudom hasonlítani egy stabil hatékonyságot egy embernél. Az egyik az, hogy pontosan tudja a célját, tehát célkitűzés technikái legyenek, és legyen megfelelő célja, tehát mérhető, határidővel ellátott, megfelelő motiváló, reális célja. A másik a kommunikációs hatékonysága, a második láb. Ez a hiteles személyes kommunikáció, hogy egyes szám első személyben jött a kérdezés. Tehát, hogy az a pozíció, hogy vagy adó vagyok, vagy bevő vagyok, az legyen nagyon tiszta, és nem szennyezett, hogy mondjuk kérdésbe beleíti a véleményét, vagy fordítva. Tehát ez a kommunikációs hatékonyság a második lába, és a harmadik pedig az időgazdálkodás, ami leginkább a céllal függ össze. Vagyis azt, hogy a napi rutinját, meg a heti, havi, éves terveit mennyire tudja összpontosítani valamire, ami neki igazán fontos. A cél a legelső, és utána jön az időgazdálkodás, meg ez a kommunikáció, mert ugye cél nélkül nem értelmezhető a másik kettő se. Ha van cél, akkor ahhoz hozzárendel, hogy időgazdálkodásra mit tart fontosnak, mit nem, meg technológia is, és a kommunikáció az meg olyan, hogy az meg ugye mindenre jó. De leginkább úgy látom, hogy és ezért választottam tulajdonképpen ezt a Merj álmodni Magyarországot most mint ilyen kirakat szlogenné, mert hát nem az ország sorsa érdekli a legtöbb embert, azokat érdekli, akik már úgy biztonságban érzik magukat, vagy nem aggódnak maguk miatt túlzottan, hanem a saját sorsa érdekli, azt viszont jó hagyva tudja, talán abból, hogy sokat beszélünk majd célokról, hogy ameddig ő magának el nem dönt, hogy mit akar, addig nem is fog megkapni semmit, vagy amit kapni fog, az nem az, amire ő gondolt, mert hogy ő nem gondolt semmire. Mert nem tud mi szerint válogatni. Tehát azt se tudja eldönteni, hogy milyen tévét nézel, vagy milyen újságot olvasol, ha nem tudja, hogy milyen célt szolgál az, amit nézem a tévét, vagy újságot olvasol. Körülbelül ez a három. Célkitűzés, kommunikáció, időgazdálkodás. Tehát szerinted ez a három az elegendő ahhoz, hogy valaki jól tudja élni az életét? Igen, tökéletesen elegendő.